Sikerült kirázni a hangjegyeket a fülből. Ez is relatív dolog, nem? Nem szabad. Erről is van egy történetem. Kohn elmegy a rabinhoz, és megkérdezi tőle, hogy te rabin, én hosszú életű leszek a földön. Én egy tisztességes ember vagyok. Nevelem a gyerekeimet. Eljárok az iskolába. Érdeklődöm a tanároknál. Olyan kedves vagyok a feleségemhez. Ahányszor főz, mindig megdicsérem az ebédet. A boltban reggeltől estig dolgozom, fizetem az adót, járok becsületesen, a könyvelőhöz elvégzek mindent, amit el kell végezni. És hát eljárom péntek esténként a zsinagógába, itt vagyok, imádkozom. Nagy ünnepeken, snóderolok, most is adtam 50 000 forintot. Mondd, hosszú életű leszek a földön. A rabbi megkaparja a fejét, és azt mondja, nézd, azt, hogy hosszú életű leszel-e a földön, azt nem tudom, de hogy nagyon hosszúnak fog tűnni, az biztos. Hát itt vagyunk ezzel a szünetben, nem tudom, milyen hosszúnak tűnt, vagy mennyire nem tűnt hosszúnak. Viszont most egy olyan énekesnőt konferálhatok fel, aki ha bármeddig énekelne, a műsora akkor is rövidnek tűnne. Ócsai Julianna! Thank you.
És most hát Ira is lehetne máshol énekelni a szerelemről. Van egy rád szeretettel. A szeretőn baka volt, baka volt, míg mög nem volt, míg mög nem volt. Az aj elvidel,
Zsalugál
Hát utazzon helyetted végre valaki más. Vagy fiam, a saját családomat nem ismered, holmi új világért pedig elmennél ismerkedni? Vagy már azt is kitalálod, hogy a föld gömbölyű, aztán ennek okán elsvisszolsz itthonról? Szóval lenne ezerféle érv, és mégis van köztünk is nem egy, aki felfedezte önmagának Amerikát. Van most egy köztünk egy olyan előadó, aki többször átutazott az Atlanti-óceánon, és öregítette a magyar nóta hírét. Németh Anna! Itt már a szorgalom, oda járj ki, mama vár, mosolyt.
A magyar nóta és a cigány zenésze szorosan összekapcsolódnak egymáshoz. A minap Óbudán egy kerthelyiségben vacsoráztunk, és úgy, ahogy ez szokás, a zenekar tagjai körbejártak, és minden asztalnál elmuzsikálták, amit a társaság kért. Aztán az egyik asztalnál ránézett az úr, és azt mondta, hogy tudod, Gazsi, hogy itt tőlem egy fillért nem fogsz kapni? Nagyságos úr, nem ismerem, de a helyutója akkor. Van egy öröm hírem, a mi zenészünk kiválóan ismeri a cigány dalokat, és a partnere is. Pálfi Zsuzsa következik, Kolódi Péter kíséri zongorát. Gólya, 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 hosszú lábú gólya. Hányszor mondtam neked, nagyon ne menj le a tóra. Hogy ne szabadít a vízlet, hadd igyak belőle. Hadd igyak belőle, hadd halljak meg tőle. Ott jön egy legény, jaj, te fáradt szegény. Látszik olyan lassan, szállást keres szegény. Adok neki szállást, öjjön vára, meg vára. Hogyha megfogadja, engem szeretnem már. A nagy asztal mellett tizenketten ülnem. Most mind a tizenketten rólam ítélkezzem. Kérem az urakat, mert ha sokat adna, megöröm magam. Kérem az urakat, mert sokat ne adjanak. Mert ha sokat adna, megöröm magam. Estek a téli hadd, hegyet völgyet mögbet a hét nap. Elmehetsz már csóró árban, hogy a kutyairok a nagy világban. Apám, egy asszonyért elvetettél. Nem vagyok már, szomorodj meg, de reggágyi nyomorodj meg. Na most elég, hogy valam mit súgodnod el. Csak a helyen jár, s esik rajta, majd a majd a majd.
csókunk vagyunk, szép szeretet, még tarthatok, háj, I'm not afraid to die.
vagy én nem hallom, csak itt a nyomtudat. Ja, akkor én nem hallom. Na csak úgy mondom! Thank you.
rám, hogy én hazugos vagyok. Úgy nézek én ki. Úgy mi? Pedig nem hazudok, ám én csak dicsekedni szoktam. De azt nagyon. Bocsánatő! Üzenem rád! Nem veszik el. Tízárhagyom! Ezzel viszik! Yeah.
Egy lépéssel művésznő, hiszen egy lépéssel, minden óta egyszer véget ér, és ugyancsak minden műsor is egyszer véget ér. Úgyhogy búcsúznak önöktől most a műsor szereplői, Bétót Marta, Német Anna, Kovács Ferenc András, Nagyidai Margit, Ócsai Júlia, Pálfi Zsuzsa, Erdős Melinda, és a zenekar Koródi Péter. Péter azért ne csak húzott ki világos félradatig, és mert jön a finálé. Köszönjük! You